Amúgy Levitein megírtad a házidat? Nem. Vagy melyiket? Hát melyiket? Ami volt? Egy házi volt. Az az volt, hogy a töriből a barokról, a rokokóról, meg a... Mi is volt? Manierizmusról? Nem, nem csináltam meg. De meg kéne. Na, megcsináljuk, Levi? 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 Majd szólsz hozzám? Hát nem, mert... Na, Levi, megírtad a házidat? Ja, nem. Nem írtam meg. De melyiket? Melyiket, Levi? Akkor csináljuk már meg. Jó. Na, Levi, akkor találtál valamit? Igen, de szerintem ez nem az. Nézzük. Hát, szerintem sem, nem. Ez nem az. Szerintem ez így nem lesz jó. Hívjuk fel a Samát, ő úgyis jött a stadiból. Jó ötlet, hívjuk. Fiúk, mit is kéne csinálni? Miért jöttem? Hát tudod, nem találtuk meg ezt a barokk korszakról való dolgot, amit kell csinálni házi feladatra, tudod, te is ott voltál. Ja, igen, igen, igen. És nem tudom, hogy hogyan találjak olyan információkat, amire szükségünk lehet. Csak ezt találtuk, de szerintem nem az. Hát ez igen, ez egyáltalán nem lesz. A barokk a reneszánsz után következő korstílus, amely kb. 1575-től kb. 1770-ig tartott, a barokk késői ága a kop, illetve a rokokó stílus. Basszus, elfelejtettem, tanultunk olyat is a barokk zene.